Veszélybe kerültek a húsvét szigetek jelképeként ismert moai szobrok. A hatalmas kőfejek több mint 500 éve állnak elszórtan a szigeten, összesen 887 darab van belőlük. A vulkáni tufából faragott szobrok lukacsos szerkezete mostanra annyira elszennyeződött, hogy foltok jelentek meg rajtuk, ami egyfajta szoborlepra, és félő, hogy egyes részeik letöredeznek. A restaurálások költsége 500 millió dollárt is elérheti egyes becslések szerint, ezért a sziget vezetősége úgy döntött, hogy megadóztatja azokat az államokat, amelyek az elmúlt századokban elvittek belőlük, és a múzeumaik attrakciói lettek. Így a British Múzeumban kiállított darabok miatt Nagy-Britanniát is. A múzeum vezetősége már értesült a tervről, és nyitottak a tárgyalásokra, és egyben felajánlották, hogy segítenek mindenben, ami a szobrok állapotának megóvásához kell.